Köszöntöm nézőinket! Önök a Williams Televízió április 20-ai híradóját látják. Antal Beáta vagyok. Nézzük híreinket röviden. Költészet napja. Színvonalas programokkal ünnepelték a költészet napját. Hiba elhárítás. Az üllői vízátemelőnél egész héten dolgoztak a szakemberek. Tudás fája. Üllőn számos program várta az olvasókat a könyvtárban. Útjavítás. Üllőn 20 millió forintot különített el a város önkormányzata az útjavításokra. Tátika óvoda. Szeptemberben foglalhatják el a gyáli óvisok a 180 férőhelyes intézményt. Bölcsődei beiratkozás. A Bobita bölcsődébe történő felvétel csak üresedés, illetve várólista alapján történhet. Művészeti iskolások Maglódon. A festészeti iskolások személyisége csodálatosan alakul, harmonikus egyéniségük lesz. Testületi döntések. Megválasztották a város új főépítészét, de a városi úthálózat korszerűsítése is elstartolt Pécelen. Emléktábla. Vas Albertre emlékeztek. Örökös polgár. Megtisztelő címet kapnak a gyömrőre született gyerekek. Egészségnap. A táplálkozás és a gyermektorna is középpontba került a gyömrői egészségnapon. Közügyek. A sporttelep fejlesztése és a kátyúzás is megkezdődött Vasadon. Üllőn, Gyálon és Pécelen is színvonalas programokkal ünnepelték meg a Magyar Költészet napját. Üllőn versünnepet rendeztek a Kis Sándor Művelődési Házban, ahová idén nem előadókat hívtak meg, hanem a civil szervezetek, iskolások és versszerető polgárok összefogásának eredményeként mindenki elmondta a kedvenc költeményét, illetve a néptáncosok József Attila versére adták elő koreográfiájukat. Azt hiszem, hogy ez a nap minden versszerető ember számára nagyon fontos, és idén nem azt cselekedtük, hogy meghívtunk egy előadót, hanem összefogtak az intézmények, az ülői civil szervezetek, az iskolások, sokan versszerető emberek, és úgy ünneplünk közösen, hogy mindenki el fogja mondani a kedvenc versét, a muzsikusok megzenésített verseket muzsikálni, a néptáncosok egy csodálatos koreográfiát csináltak József Attila egyik versére. Azon kívül lázasan készülődtek az iskolások, különböző alkotóstúdiók, tehát körülbelül 150 kép van itt kiállítva. Ezeknek egy része József Attila medáliák című művére született, az általános iskolások alkották őket. Ez a vers nagyon-nagyon fontos számunkra, tele van szimbólummal, és ami miatt érdekes számunkra ez a kiállítás, az, hogy különböző korosztályú embereket hogyan ragad meg, és képileg hogy tudják leképezni ezeket a szimbólumokat. Nagyon-nagyon érdekes számunkra, hogy az óvodások, a kisiskolások talán azok, akik a legfogékonyabbak voltak erre, és a legszínesebb, legizgalmasabb képeket alkották. De nem csak a Medáliák című versre születtek alkotások, hanem a Gegart Festő Stúdió tagjai is alkottak. Ők maguk választotta verseket, formáltak képé. A mai rendezvényünk címe nem az, hogy költészetnapi műsor, hanem az, hogy versünnep. Nagyon sokan fogunk itt együtt ünnepelni. Már reggel elkezdődött ez az ünneplés, hiszen van egy versfalunk, ahová mindenki kiposztolhatta, kitehette a kedvenc versét ide a művelődési házba. Jöttek iskolások is, idősek, fiatalok, úgyhogy már lassan tele van a versfalunk, pedig még nem is kezdődött el a rendezvény. Azt remélem, hogy egy kötetlen, jó hangulatú, együtt verselős, a végén majd együtt nótázós, jó hangulatú rendezvénnyel fogunk itt együtt ünnepelni.
mennyire fontosak a mai világban ezek a versek? A költészet egy csoda. Tehát a mai világban, amikor a legtöbb ember bezárkózik, hihetetlen dolog az, hogy valaki, a költő megengedi azt, hogy belelássunk a lelkébe. Tehát levetkőzteti a lelkét, elmondja helyettünk azokat az érzéseket, amiket nap mint nap megélünk. Kifejezi sokszor a kifejezhetetlent. Azt gondolom, hogy aki ezzel együtt él és birtokba tudja venni ezeket a költeményeket, az sokkal boldogabb és kiegyensúlyozottabb ember. Mondhatjuk azt, hogy a versek azok nem csak szórakoztatnak, hanem tanítanak, oktatnak minket. Tanítanak, oktatnak, és még valamit csinálnak, tehát sokszor van olyan fájdalmunk, olyan örömünk, amit úgy élünk meg, hogy egyedül vagyunk ezzel. És hogyha az ember a kezébe vesz egy verses kötetet, akkor rádöbben, hogy nem, ezek közös fájdalmak, mert ha semmi ágán ül szívem, és kis teste hangtalan vacog, akkor ez egy galaktikus érzését tud válni, mert köré jegyülnek szeliden, és nézik a csillagok. És hogyha megtalálod azt a verset, ami egy adott lelki állapothoz kötődik, akkor sokszor fel is tudod oldani a saját problémáidat ebben a közösségben. Az eseményre érkező vendégek közül bárki kitehette kedvenc versét az erre a célra kialakított versfalra. Így tett a város polgármestere is, aki szintén kihelyezte a legkedvesebb költeményét. Az ünnepi alkalom programjáról ez alkalommal sem hiányozhatott a filmvetítés, a közös versmondás és a költők bemutatása sem. József Attila lelkéről Bege Nóra tartott előadást. Nagyon fontos arról is beszélnem, hogy milyen családból származott. Édesapja román származású volt, alig tudott magyarul. Édesanyja szabadszállás környékén született, egy nagyon szegény családban. Férhez akarták adni, és a család elzavarta, miután nem akart férhez menni. Itt találkozott össze József Áronnal, akivel 19 évesen költözött össze. Három gyermekük született vadházasságban, ezt ugye annak idején így mondták, abból kettő meghalt, Jolán maradt egyedül életben. 1900-ban vett el feleségül a mamát, és utána született meg Kálmán, aki 2 évesen halt meg, majd Etelka. A mama iszonyatos gyászban volt végig, hiszen nem tudta feldolgozni a gyermekei halálát, és így lett terhes József Attilával. Édesapja nem nagyon szeretett volna már gyermeket, és azt mondta a mamának, hogy megöli a gyermeket, hogyha nem fiú lesz. Aztán egy jósálmot látott egy éjszakán, ahol egy őszöreg ember azt mondta neki, hogy fiú gyermek fog születni, és ez a fiú gyermeket nevezel Attilának, mert olyan különleges lesz, hogy mint annak idején Attila Isten ostora. 1905. április 11-e estéjén született meg, 2 nappal Júdás után József Attila 5,5 kilósan. A mama majdnem belehalt ebbe a szülésbe, és utána nem is nagyon tudott foglalkozni a gyerekkel. Viszont a papa örült, és sokszor volt otthon. A versmondók között volt a település polgármestere is, aki Aranyosi Ervin Tapasztald meg az Álmodott csodát című versét olvasta fel. Nem érdekel, ki voltam, ki vagyok. Magam mögött sok lábnyomot hagyok. S lesz majd olyan, aki nyomomba lép, és a változom, nem változik a kép. És tőlem is változik a világ, s csodás dolog az újat élni át. Mikor tudom, ezt hittem létre én, kigondoltam, és elindult felém. A versek mellett ének, szó, zene, tánc és persze vetélkedés is műsorra került. A Totó során közismert versek, költemények kezdő sorát kellett folytatni a jelenlévőknek, aki elsőként tudta az adott verset, ajándékba könnyezőt kapott.
így a televíziónk tulajdonosa is, aki kedvenc versét a Dunánál című költeményt folytatta. A Kenderes Néptánc Együttes József Attila Gyöngy című versére adott elő koreográfiát, míg a Harmónia Zeneiskola tanárai pedig többek között József Attila Kertészleszek című versét is elénekelték. Pécelen elsősorban Kosztolányi, Adi és József Attila költeményekkel tették színvonalassá a programot, de új arculatot is adtak a költészet napjának. Ismeretes, hogy tavaly rendhagyó irodalomórát tartottak, idén viszont arra hívták fel a lakosság figyelmét, hogy kedvenc versekkel díszítsék fel a Kúria rendezvényház kerítését. Az új kezdeményezés hamar sikert aratott. A Magyar Költészet Napját Pécelen hagyományteremtő céllal rendeztük meg idén is, bár a 2018-as évből elmondható, hogy egy új arculatot szerettünk volna adni idén ennek a programelemnek. Az elmúlt évben egy nagy népszerűségnek örvendő rendhagyó irodalomórának adtunk helyet a Magyar Költészet Napjának a Kúria rendezvényházban, de a 2018-as évben felhívtuk a város lakosságának a figyelmét arra, hogy a Magyar Kultúra napja alkalmából versekkel díszítsük fel a Kossuth teret, pontosabban a Kúria rendezvényház fő bejárata előtt lévő kerítést, amelyre a kollégáim segítségével úgymond egy nagyon látványos versfüzér sikerült felfűzni. A kezdeményezés kapcsán a város lakói saját költeményüket, illetve kedvenc költőjének a verseit küldték el ide a Kúria rendezvényházba, amelyek mi, mint említettem a kollégáimmal, füzér formájában itt a Kúria rendezvényház kerítésére tűztünk. Nagyon kellemes meglepetés ért minket, hiszen több mint 100 alkotás érkezett be a város lakosságától, beleértve a felnőtteket, a nyugdíjasokat, sőt a diákok is nagyon aktívak voltak itt Pécelen, mert tényleg szebbnél szebb költemények érkeztek, és nagyon magas azoknak az alkotásoknak a száma, amelyek a lakosok saját tollából erednek, úgyhogy ennek mi nagyon-nagyon örülünk. Mi lesz a verseknek majd a sorsa, hiszen egy idő után azért innen lekerülnek majd a kerítésről? Még egy jó pár napig biztosan a város lakosságának az örömét szeretnénk azzal szolgálni, hogy itt kint hagyjuk a Kúria rendezvényház kerítésén ezeket a verseket, mert ugye nap mint nap azt tapasztaljuk, hogy aki esetleg nem jutott el a hír, hogy április 11-én ezek a versek kitűzése kerülnek itt a rendezvényház előtt, de az a célunk tehát, hogy minél többekhez eljusson, és azt tapasztaljuk nap mint nap, hogy a városban híre megy annak, hogy ilyen programkezdeményezés van, és tényleg egyre többen és egyre többen olvasgatják itt nap mint nap ezeket a verseket, és ezt követően van, aki jelezte azt, hogy szeretné, hogyha visszakapná ezeket a verseket, aki pedig nem tart rájuk igényt, azokat a verseket természetesen továbbra is itt megőrizzük a Kúria rendezvényhez, és biztos vagyok benne, hogy lesz még olyan kulturális esemény, ahol rendkívül impozáns díszletként szolgál majd. Gyálon az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban megrendezett versünnepen órákon át szavaltak a megjelentek. Igazi kultúrmissziónak tekinti az eseményt a Gyáli Nyugdíjas Pedagógus Klub, amelynek tagjai hosszú évek óta azért szervezik a költészetnapi ünnepet, mert egykori pedagógus... Városunkban ez elég nagy esemény, mert rengeteg vers szerető, irodalom szerető ember van. Jó magunk pedagógusok voltunk és vagyunk, és tisztünknek érezzük azt, hogy most is próbáljuk a kultúrát terjeszteni. Örülünk neki, hogy a város intézményei segítenek ebben, hiszen az aprócska óvodásoktól a 80-90 éves idősebb emberekig mindenki szívesen jön, szaval nálunk. Itt nem csak verseket mondunk, hanem el is énekeljük őket, megzenésített verseket hallgatunk. Az idén többek között Petőfi Sándor, Vas Albert, Karinti Frigyes, Vörös Sándor, és még sorolhatnám, sok-sok évfordulós költő versét adjuk elő. A szavalás mellett
kultúrát, ismeretet is terjesztünk, kiállítást rendezünk a költők életéből, a költők műveiből. Tótót állított össze kollégánk, aki a Tótót helyesen kitölti, 13 plusz 1 találatot ér el, az ajándékkönyvben jutalomban részesül. Nem csak itt a közösségi házban foglalkozunk ezen a napon a versekkel, hanem a rendezvényünk előtt az iskolák, óvodák, a közösségi ház elé is kitettünk verseket, és örömmel láttam, hogy milyen sokan megállnak és olvasgatják, sőt mondják is azokat a verseket, amik annyira ismerősök, mert tanulták. Idősek, fiatalok egyaránt. Ez egy kultúrmisszió, és szeretnénk továbbra is folytatni, és köszönünk minden segítséget ebben. A mai nap folyamán kicsik is ellátogatnak erre a neves eseményre. Kik jöttek el, honnan érkeztek? A Gyáli Lilium óvodából és a Tátika óvodából jönnek az apróságok. A Zrínyi iskolából, Ady Endre iskolából és a Bartók iskolából is jönnek gyerekek, szavalnak. Olyanok, akik szeretik és értik a verset. Köszönjük a tanáraiknak a felkészítést. Nem hivatásos versmondókra számítunk. Nagyon sok nyugdíjas fellép, a klubunk tagjai, a többi civil szervezet, a többi nyugdíjas klubnak a tagjai is énekelnek, szavalnak, életrajzot mondanak, mert ezt is fontosnak tartjuk, hogy megismerkedjünk a költőinkkel, többet tudjunk meg róluk. A mai internetes világban mennyire fontos ez? Hát a versek, azok a lelkünket szépítik, és bizony ez mindenkire ráfér, minden korban, még az internetes világban is. Csokonai Vitéz Mihály 245 éve, 1773-ban született Debrecenben. A magyar felvilágosodás legnagyobb költője. Mindössze 32 évet élt, de hatalmas életművet hagyott magunk után. A kor valamennyi stílus irányzata helyet kap műveibe. A klasszicizmus, a rokokkó, a szentimentalizmus, a népiesség. Költeményein kívül írt színművet, a Méla Tempefői, Bohózatot, az Özvegy Karnyoni, valamint Vigeposzt Dorottya címmel. Már diákkorában kitűnt versevési tehetségével, felvilágosult nézetei és tanítási módszerei miatt távoznia kellett a debreceni kollégiumból. Elkezdődött számára a vándorlás évei a megélhetésért és elismerésért folytatott keserves küzdelem. Rendkívül tehetség ellenére sem ismerik el, nem akad egyetlen mecénás sem, aki támogatná. Magánélete szerencsétlenül alakul, élete nagy szerelmét Vajda Juliannát, akit verseiben Lillának nevez, férhez adják egy gazdag kereskedőhöz. Ekkor születik a Reményhez című csodaszép költeménye. Testileg, lelkileg meggyötörve tér haza Debrecenbe, alkalmi versek írásából él, és egy ilyen alkalmi vers elmondása közben megfázik egy temetésen, és 32 évesen, 1805. január 28-án meghal. Csokonai Vitéz Mihály a Reményhez. Földiekkel játszó égi tünemény, istenségnek látszó csalfa vakremény, ki teremt magának a boldogtalan, s mint védangyalának bókol untalan. Síma szeddel mit kecsegtetsz? Miért nevetsz felém? Kéteskedvet miért csepegtetsz még most is belém? Csak maradj magadnak, bíztatón valál. Hittem szép szabadnak, mégis megcsalál. Négy nappal a költészet napja után címmel Farkas Évi színművész várta a kicsiket és a nagyokat maratoni verses műsorára zenével és sok-sok vidámsággal a Gyáli Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárba. A színes és változatos előadásra bárki akár műsor közben is beléphetett. A műsorban Metzger Pál hangszeren közreműködött, technikai segítők Csinos Zoltán és Mit József voltak. Az ötletgazdát kérdeztük az esemény előtt. Ez nem csak rendezem, hanem ez az én vers maratonom, az én tisztelgésem a költők és a költészet előtt. És az a szándékom mindig, hogy tiszteletemet fejezzem ki, és sok-sok verset megismertessek a nézőkkel. Ez a versmaraton abban különbözik más maratonoktól, hogy
különböző témákba 5 óra hosszán át megy, és a gyerekektől egészen 18 év felüliekig óránként változik a műsor. Egy nagy merítésből, különböző versekkel, és nem csak egy száraz, idézőjelben a száraz szót versfelolvasás, hanem sok zenével, dalokkal, beszélgetésekkel fűszerezve. Így szeretnék egy nagyon kellemes délutánt szerezni a nézőknek, a zenészbarátaimmal, valamint, mint ahogy mondtam, tisztelegni a költészet és a költők előtt. Én azt tapasztalom, hogy a ékes magyarsággal, hogy oda vannak érte. Ha valaki már ide talál, az nagyon jól érzi magát, és egyre este felé mindig egyre többen jönnek. Úgy látszik, ebéd után még nehéz ide csalni, de aki eljött, az nagyon jól szórakozik, és jól is érzi magát. Még kis meglepetések is vannak, és barátságok is szövődnek, és jó hangulat. Mai nap is 5 részből áll, az első rész az ovisoknak, kis gyerekeknek, második rész kicsit nagyobb gyerekeknek, a harmadik, negyedik és ötödik rész az inkább felnőtteknek, de bárki megnézheti, a negyedik rész pedig kifejezetten a gyáli irodalmi szalon költőinek a versei hangzanak el. Macska csapat tetre készen gyülekezik. Nézd csak a képen! Aj, mennyi cica van ott, látod? 3 ül fölül, 1 a résen, bámlépen, 2 a ház mögül lépelő, másik, mert csúszik a tető, le akar jutni éppen, ereszkedik tyúk lépésben. 3 közül, kik ott fölültek föl a lécre, egy a talpát nyalja, másik a deszkát kaparja, a harmadik kiáll középre. És így nyavint a macska népse. Macskincok! Cirrosok és foltosok, okosak és balgák! Egy szóval az összes macskák figyelem! Zenekar alakul este, s játszik a világnak. Lesz abban hely minden sztárnak, öregnek meg kismacskának. Jöjjön ki zenélne, netán tud is. Kivételes esetben lehet muzsikus is.